Üdvözlök mindenkit, ez itt a Gaming Cartoon. Mai videóban pedig, ahogy ígértem már a napokban, draftolni fogunk egyet, és méghozzá megpróbáljuk magunkat ebbe az online draftba. Ha valaki igazából a pénzét akarja megduplázni, megtöbbszörözni, jó pakkokat szerezni, akkor ne draftozzon. Ez egyértelmű, hogy maximum játékos kipróbálásra lehet jó, arra nagyon jó lehet, illetve szórakozásra. Önmagában draft az egy poén, néha azért tényleg érdemes elindulni rajta, már csak egy ilyen levezetésképpen is, ilyen idézőjelesen tét nélküli dolog, mert van, amikor néztem ilyen videókat is, meg hát nekem is sikerült már elérni 3 wint, 4 az nagyon ritka, az szökő évente, de már 2-3 winnél is van, amikor olyan gyenge csomagokat ad be, hogy igazából nem jön vissza a pénzed, 15 ezer és sokkal jobb játékosokat, esetlegesen van valami promopak, akkor jobbakat lehet venni, úgyhogy ez nagyon fontos, hogy itt nem ilyen coin keresési dolog miatt fogunk belemenni, hanem csak az élvezet kedvéért. 15 ezer coint ki is fizetünk, természetesen most nincsen draft tokenem, és akkor el is kezdünk egyet építeni, mivel hogy ma ilyen draft nap van, hiszen draftoltunk a focis kártyás csatornán is halloweeni témakörben, most pedig itt a gamingen és FIFA 23-ban. Kéne egy jó felállás? Egy jó felállás, ez a... hát nem is tudom, egy klasszikus négyvédőset szeretnék, így szélsők nélkül játszunk ebbe a 4-2-2-2-vel, tűnik rossznak. Az ötvédőset én annyira nem preferálom, a háromvédőse megint nem, nekem az már kicsit erős. Ez se lenne rossz, ez a 4-1-2-1-2, hiszen itt van védekező középpályásunk, kis szélső, kis két csatár is, legyen ez. Kicsit sokat gondolkodtam rajta, de nem akarok rosszat választani. Oké, okay, ikon, egyértelműen ikont választunk az elején, egy Ronaldo, főleg, hogy lehető egyik legjobb Hulk nevezetű chemistry van rajta, így igazából Ronaldo ezzel a speciális világbajnokságos hajjal tökéletes lesz. Ott a másik Ronaldo, de Lewandowski is. De Lewandowski 77-essel a futással nekem azért nem tűnik annyira királynak, bár ugye a mostani FIFA-ban a legújabban még egyelőre annyira nem számít a tempó, mint azt sokan várták. Én megpróbálnám vagy Cristiano Ronaldo-t, vagy Völlert. Na jó, próbáljuk meg Cristiano Ronaldo-t. Ha már akkor a Ronaldo-Ronaldo-val ott elő van, akkor talán az jó fog működni. Nem tudom, meglátjuk. Próbálunk azért chemistry-re is valamilyen szinten odafigyelni. Mkhitaryan, hát ebből egyik se volt igazán jó választás. Hát igazából itt sincsenek hűde jók, Busquets iszonyatosan lassú. Persze jól védekezik, de nagyon lassú. Legyen akkor már Premier League, hogyha már... CR7 is onnan van. Diamond. Érdekes neve van a fickónak. Perisic, Kostic, Danjuma. Danjuma elég jó egyébként. Úgyhogy őt választom most. Hát, próbálunk értelmes csapatot összerakni, de ez egyenlőre nem tűnik egyszerűnek. Na most már a német ligát egyáltalán nem szeretném belevonni, mert akkor tényleg lenullázzuk a chemistry-t. Két ligát belevonok szívesen, de egy németet már nem szeretnék. Legyen Saka. Legyen most Saka. Védelmet kéne nagyjából összeraknunk, hogy a cserékek ki tudjuk egészíteni, de ez így nagyon-nagyon nehéz lesz. Ezzel most megint nem tudok mit kezdeni. Csak beleválasztottam valamibe. Koulibaly 87-tel elvileg azt mondják, hogy kifejezetten jó védő, kifejezetten hasznos, úgyhogy megpróbáljuk őt. Még alapcsapatban is, mármint hogy drafton kívül is érdemes lehet megvenni, mert tényleg egy jó védőnek számít elméletileg. Militao, elég király. Az is rendben lesz ott. Mendy. Egy Mendy, de jó. Egy Mendy, de jó oda. Alakul azért ez a csapat. Nem olyan rossz, most a védelemnek örülök. Vannak jó pontjai. Gulácsi is választható, de én Ter Stegenre szavaznék. Igen. Őrá szavazok. Hát a chemistry-nk az nagyon nem jó. Úgyhogy ezzel még itt fejleszteni kell. Kapus igazából tök mindegy, cserekapus szerintem nem fogunk használni. Nem szoktak a csak kapusok csak úgy lesérülni. Chilwell, itt is teljesen mindegy. Ez meg ilyen használhatatlan lett. Hát csak várjuk, hogy kezdve jót. Meg a játékosan is sajnos. Coutinho, Madison, hát, Madison,
és már kicsit nem került. Olyan diák, senki nem jó, csak azt mondom, hogy elég, aztán mindenki elég. Fogadás jó, igazából sehova, nagyon nagy szakadat szinte minden téren. Fogadás fogom, hogy nem fogok elérni, nem kényszerűen tudom, hogy szépen van a sakadat, de nem fogok elérni, rossz hozzám, mert sajnos a film sem mindegy, mert jó, egyik sem sikerül, most is csak egyik választok, és ezt nem fogom szólókodni, hogy lehet válgatni, hogy ez úgy érzem, hogy csak ez jó valami lehetőségnek, ami szakadat, aki válaszol erre, az az, hogy jó volt a szakadat, hogy egy nem rossz, nem rossz, hát csak ez a tanulata, legtökéletesebb messze, nem? Kis pontot, de nagyot nem fog tudni emelni. Megnézzük, egyet emel ez a Kölner, illetve a Rost, hát akkor a Kölnert belakjuk menedzsernek, 25-ös chemistry jött össze, az nem jó, az nem számít jónak egyáltalán, de megpróbáljuk megtenni, ami tőlünk telik. Jó lenne tényleg legalább egyet-kettőt nyerni, úgyhogy menjünk is, keressük az ellenfelet, és akkor nézzük a meccset. És már be is dobott az én stadiondomba lesz, tehát magyar zászlók tombolnak magyar mezben. Megvettem a magyar mezt, sikerült magyar logót is találni a Transfer Marketon. Rájöttem, hogy telefonon, a telefonos Companion appal sokkal könnyebb egyébként jól levadászni a cuccokat, amiket szeretnél. Haalanddal próbál az ellenfél engem akadályozni. Azért az elég menő, hogy megkapta Haalandot. De nálunk is vannak jó emberek. Saka, az egyik ilyen. Azt nem sikerült összehozni, azt a bepaszt, kár érte. Ronaldója is van, Ronaldo Haaland azért az elég durva lesz. Ez kicsit félelmetesnek tűnik, fölé lövi ilyen messziről, azért meg Haaland se tudja ezt belőni. Aha, ott elrontottam. Jajaj. Azt jó, benéztem, és ez egy alap Haaland kártya, tehát semmi extra. Legenda kártyát is, azért ez szomorkás. Testégen védett, jól van. Hú, nem lesz könnyű meccs, ezt már most látom. Az Haaland azért meg fog minket trükközni. Nem egy egyszerű figura. És megint áll a labda. Saint-Maxim gól. Hát nem sok lehetőségünk van ez a meccsen. Semmilyen szintű támadásra. Úgy lekapcsolják az embereinket, ahogy van. Átforgatjuk másik oldalra. És az átforgatáson bele egyből. Azt a mindenit. Pelé, azaz. És miért nem passzol? Padna, végre van egy kis terület előttünk. És Walker, hogy lekapcsol minket? Durva. Az a miénk, nagyon jó. Hát ez a 3-0, ez így most egyelőre megvan. De azt az érzésem, hogy az ellenfél bármikor szerezhetne több gólt. Csak egyszerűen még nem akar. Ronaldo mellé már trükközni próbál. Menj ki rá. Az viszont bent van. 1-0. Azóta sincsen lövésünk. Nem jutunk el az ellenfél kapujáig. Az a durva. Szép. Ott középen ketten is állnak, mivel ultratámadón vagyunk, nagyon sokan vannak a támadó részlegen, de nem bírjuk oda elvinni. Talán így, hogyha kidobjuk. Nem. Még úgyse. Saint-Maxim. Testégen. Les. Szerencsére. Ki a szélre. Nagyon jó. Az addig nagyon jó. Ferran Torres. És kivezeti a labdát. Nem értem, hogy miért nem tudja bent tartani. Mi volt itt a gond nála. Ronaldo. Rodri. Testégen. Ez rém kellemetlen. Saint-Maxim. Hát itt kidobtunk az ablakon igazából. 15.000 coint. Kinek? Kinek passzolom? Nem is volt ott senki. Gomez. Pff, ott az ötödik. Ott a hatodik. Na, próbáljunk meg egyszer. Ismét egy új kerettel. Hát, ha
olyan ellenfelet kapunk, ami nem ennyire durva. Na, ez a másik keret, mintha jobban sikerült volna, rengeteg ilyen Heroes lapot adott be, meg különlegesekbe is jobban osztotta a dolgokat. Ez a Mount, ez konkrétan nekem meg is van, és nagyon-nagyon szimpatikus lap, úgyhogy ez talán egy jobb keretnek tűnik. Cserepadon is vannak használható emberek, chemistry is sokkal jobb lett. Nézzük meg, hogy még tudunk-e javítani rajta. Igazából, ahogy látom, nem tudunk javítani, úgyhogy tök mindegy, hogy kit választunk. Jó. 115-ös keret, igen, ez egy picit ténylegesen jobb lett. Próbáljuk meg ezzel. Itt tényleg 3 chemistry pont hiányzik, egyébként meg fullos a dolog. Ugyanúgy magyar mez, pörögjön akkor a mérkőzés. Remélem, hogy több sikerre járunk, és nem egy ilyen, nem tudom, e-sportoló szintű ellenfelet kapunk, aki csak játszogat velem a mérkőzésen, és nulla kapura lövéssel fejezem be a meccset, vagy egy maximum, ha volt, de azt is... Na, mindegy. No, álljunk hozzá pozitívan. Az ellenfél csapatában Roberto Carlos, Valverde, Eusebio és Pelé. Milyen csatár duója van, Eusebio és Pelé. Azt a mindenit. Hát szabálytalankulunk is. Muszáj megmutatni, hogy ki a császárka. Hát nem mi. Meg Campos. De ez nagyon jó kapus szerencsére. Kicsit alacsony, de egyébként elég jó. És meg is szerzi a labdát. Jó, akkor menjünk, roncsunk rá. Mondom, roncsunk rá. Úgy. Milito, azaz. És Militónak lehet is adni a labdát. Fofánál jön ki rá. A védelme tűnik nekem a gyenge pontnak. Az emberünknek. Hát, pedig szépen bent tartotta. Ez tetszett, de kevés volt az örömhöz. Most itt azért össze kéne kapni magunkat. Indításra várt, Eusebiót indítja, Eusebio úgy szedi le a labdát, mintha nem is tudom, mi lenne. De Eusebio lenne. Valverde. Lorente. Húha, na az most már baj. Azt a mindenit. De kipasszolgattak. Milito ki a szélre. Azaz Müller. És akkor Müllerrel meg kéne indulni. Müller nem erre jó, főleg nem egy Roberto Carlos-szal szembe. Ugye ilyen mindenféle megindulásokat csináljon. Pelé! Valverde! Bajos! Oké. Jó, ez a passzolgatás egyelőre egészen jónak tűnik. Ágyjaber! Gyere! Mariola! Pég ez már jó volt. Kicsi be a szöglet. Ó, oh. Hát ezt nem így terveztem. Enyhén szóval nem így terveztem. Roberto Carlos. Vissza. Nem jön össze. Pelé, azaz, Ruben Dias, Tomás Partey. Ez az Al-Jaber, ezek a megindulások, ez császáriak. És Areola hogy lefogja? Ez teljesen durva számomra. Roberto Carlos, ne engedjük. Azaz. Tessékeljük ki akkor. Pelé. Passzvonalakat zárjuk. Mascherano volt. Nagy barszás. Bent lehet azt tartani, hogyha Van Bissaka nem jön oda rendetlenkedni. Mit gondolt? Miért jött oda? Én nem hívtam, az biztos. Pelé. Kocsá. Aj, tekereg. Nem tudunk vele így mit csinálni. Eusebio. Ez nagyon durva. Ez az ember az egyik legjobb legenda támadó. Az egyik legjobb. Müller. Gyere, menjél, papa. Húzzunk be középre. Azaz. Lőd el. Nem jó. Al-Jaber. Ez az. Tomás Partey. Hát ez kész.
Eusebio-t vegyük el nagyon gyorsan. Ambisaka, tőle annyira nem kell félni. Viszont ha jó helyre passzolja be, akkor igazán veszélyes lehet, nem tudja. Jól van. Azaz. És akkor Jabber indítására megint van lehetőség. Megint. És nem bírom ellőni, mert kihúttatja Areolát. Azaz. És nem gól. Ez teljesen hihetetlen. Hogy védi ezeket ki? Hogy védi ezeket ki? És szépen kihozza. Lassan, de szépen. Ügyes. Ügyes, és elhasználjuk az összes védőnket. Marad másodvonal. Jó. Müller. Azaz. Azaz, nagyon jó. Ez még mindig nagyon jó. Llorente lép közbe. Azt be lehetne fejelni. Thomas Partey. 2-1. 2-1, van támadásra lehetőségünk, de sokkal jobban kell kihasználni a helyzeteinket, ha akarunk valamit ettől a meccstől, mert rengeteg lövésünk volt, ami egy az egybe el tudtuk vinni, és semmit nem értem vele, mert nem volt pontos. És ezen kéne javítani sokkal-sokkal jobban. Vissza. Valverde. Pelé. Jajaj, nem jó. Nem jó, nagyon nem jó. Nagyon nem jó. Eusebio. Müller a szélem. Nem jó. De még így mégiscsak jó lehet. Müllernek kell futnia, talán megoldja. Aha, nem. Vagy mégis. Az ellenfél olyan érdekes passzokat csinál, hogy nehéz kitalálni, hogy most ez direkt van, vagy nem. Ez egyenlőre megint csak jónak tűnik. És nem bírtam beadni. Azt szerettem volna, viszont van így egy szögletünk. Amit elrontok, de vissza lehet azt szerezni. Nem sikerült felrakni fejelésre. Beleért a kapus, abba hogy? Nem, jó. Azért mondom. Fél idő. Van még remény, de azért a 3-1 most se tűnik túl jónak. 10 lövésünk volt a meccsen. Rengeteg lövés, és mit sem ér. Az ellenfél sokkal jobb a helyzet kihasználása. Még jobb az Eusebio-ja is. Mount. Gyere Mount. Mount még mindig, nincs aki segítsen, vártam a paszt. Mondom, csak fejem valaki passzolni. Segítséget adni, de nem. Úgyhogy feljebb küldjük az egész csapatot, hogy több ember legyen ott a támadó részem. Mert ez így nagyon gyenge, harmad gyenge. Az jó. Mount megint. Jó, Minito, ez az. Nálunk? És nem. És most már nem. És most már nincs nálunk. És Pelé mehet ezzel. Pelét hogy bejtette? A kutya úristen. Egyetlen góllövőnket hozzuk le. Nem tudom, hogy ez jó döntése. De fáradt volt. Azzal lehet akkor menni. És nem, amikor visszafordulok, akkor szerzi meg. Gól. Power shot-tal gól. Al Jabber. Tartjuk ezt a különbséget. Próbálunk mindent megtenni, amit csak lehet. Nyitó. Kapufa. Nem hiszed el. És utána meg letarolja az emberünket. Ez a kapufa, az kár. Ez be is eshetett volna akár. Azaz. Nagyon jó. Egyelőre nagyon jó.
még mindig jó. Á, fejes az semmi. Az semmi volt. Ne engedjük, ne engedjük, ne engedjük. Ez az. Vissza. Nagyon szuper. Müller. Aj, van visszak a hátra rakja. És onnantól meg megint Eusebio. Ne csináld. Nkunku is ott van, ne csináld már. Van visszak akar ollózni. Müller felrúgja Pelé. Mi történik? Milito. Azaz, 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 gyere. Hát kinek adod? Te is kinek adod? Most nagy a balhé. Azaz. És nem sikerül odaadni a 16-oson belülre. Most csapkodóvá válik a játék. Van visszaka. Mi van? Pedig neki lett volna előnyszabály, ez számomra ez furcsa, hogy ezt így oldották meg. Mind a játék, hogy befújta. Az az Ruben. Nagyon jó. Ruben Diaz azért az ott van még mindig. Ez a Mount. Vissza, Milito. Mountnak a labda nagyon jó. Nagyon jó, még mindig gól. 4-3. Ez a Mount. Nagyon szeretem ezt a... Nem csak, hogy magát a játékost, ezt a Team of the Week kártyát is. Elég jó cucc egyébként. Mint volt rá lehetőségem, meg is vettem. Mert tényleg hasznos. Főleg Premier League csapat BG játék elején. Azzal lehet megint menni. Mason Mount. Vissza a passz. Jabber nem sikerül jóra a lövés, viszont valami volt ott. És talán mi jöhetünk szabadrugással. Pulisic. Nem lenne rossz. Lecseréljük Müller helyére. És megnézzük Hakimit is. Most már tök mindegy így a végén. Na nyomjuk. Jövünk egy szabadrugásra egyébként. Eléggé közelről. Abból még bármi lehet. Oda, oda belőjük. Telézomba. Mason Mount. Így gondoltam. Limer! A pattogó labdával nem tudtak mit kezdeni. Innentől már csak a lövésgombot kellett nyomni. Limer! Ott pattogott a labda. Tökéletes, tökéletes, teljesen jó. 4-4-re visszahoztuk ezt a meccset. És még benne van az is, hogy esetlegesen megnyerjük. Milito! Ezeket nem tudom jól lereagálni még mindig. Amikor jön ki a kapus, mindig beszarok, hogy melyik a jó reakció, hogyan kéne. Mount. Nem, Nkunku. Én próbáltam meg Mount-tal. Hakimit futtatjuk. Hakimi jó ebben. Azaz. Még ebből lehet valami. Mount. Ariola. Kitessékeli ezt a lasztit. És még van idő esetlegesen megnyerni a mérkőzést is. Mount megint. Mount megint. Ariola kezében. El kellett volna adni fejesre. Most már mindegy. Ambisaka. Szépen kihozza. Azaz. És szabálytalanság, persze. Érthető módon, befújta. És az is a miénk. Azzal megint csak lehet menni. Vissza, majd előre, majd megint vissza, kijátsszuk, kijátsszuk, amennyire csak lehet. Szöglet. Sárgát kap. Oké, okay, kicsibe. Nem jött ki jól a kocka. Ruben. És az se jó. Mount-tal adjuk be. Mellé. Hogyha fáját. Ott se sikerül Roberto Carlos.
Atyai úristen, itt nem jó ez így. Valverde. Vito. Ó, és van valami. Megint nem adott előnyszabály. Az előnyszabály nem működik. Konkrétan. Egyáltalán nem működik most. Pulisic. Az megint nagyon jó nekünk. És belebonyolódunk. Al-Jaber. És megint nem sikerül. Ahogy látom, ez hosszabbítás lesz. Francba, 4-4. De legalább visszahoztuk hosszabbítás a 3-1-ről. 21 lövésünk volt. És nem lett belőle csak 4 gól. Nagyon ciki. Azaz, Pulisic. Pulisic, gyere! Na végre. Ott a gól. Hülye módon, de ott a gól. És vezetünk. Uha! Jaj, Eusebio, ne! Ne csináld velem. Jó van. És szép előreadás. Nem a miénk, sajnos. De pörögnek a percek. Még mindig jók vagyunk. Limer hasznosan játszik. És az... Nem, nincs benne az se, Romero, hogy nincs benne. Valaki menjen már oda. Nem tudod senki oda menni lőni. Pulisic a nagy lövés kapufa. Hát ez mekkora erővel ment ez a kapufára, te atya úristen. És ott veszekednek a játékosok. És az meg már... Milyen kell, hogy legyen. Pulisic volt. 6-4, jól van. Csak kár, hogy a hosszabbításban. Ezt rendes játékidőbe kell volna összehozni. Nem pedig így. És kigáncsolnak. Na, nem baj. Kofré mérő lövi. Piros lapot kapott az ellenfél. Az szép. Durván benyalta a pirosat. Innen már szerintem ő feladta ezt a mérkőzést. Pulisic. Nem sikerül. Nem baj. Az se jön össze, de les is volt. Ott a gól, Peli. 6-5. Na, hogy már itt legyen valami esélye még a végén, amikor pirosat is kapott. Ezt ne csináld velem. Fejelt ki. Nagyon jó. Milito, ez az, menjél el vele. Nagyon helyes. És beadásom bele a kapus kezébe. Ellenfélről lepattant. Valverde. Nem tudjuk megakadályozni. Hát ez teljesen nevetséges. De les volt, jól van. De amúgy belőtte, úgyhogy ez azért vészjós ló. Az nagyon vészjós ló. Eusebio elesett egy fűcsomóban. Nem én löktem föl. Forlán. Szabad rugás. Csárgal. Persze. Beadás jó. Uff, tökön lőttek a csávot. Eusebio gól. Az is les volt. Mekkora ez a var.
Ez milyen szemétláda? Ez milyen szemétláda, zavarrendszer. Hosszabbítás, hosszabbítása. Eusebio megint. Nem bírják belőni, tisztázzunk. Megnyertük 6-5-re, óriási. Mi ez a szembelős meccs, te jó? Ez nagyon durva volt. Ez nagyon durva volt, de megnyertük azt a mindenit. Iszonyatosan nehéz volt. Iszonyatosan nehéz volt. 28 lövésem volt, és nagyon kevés gól született belőle. Menjünk tovább ezzel a kerettel. Nézzük meg a következő meccset. Jaj, a következő mérkőzés MLK-s Ratkov ellen, ők fehérben, mi pedig gyorsban, magyar válogatott mezben. A keretét nem is láttam, aztán nem is mutatja, új konzolkon annyira gyorsan elveszi. Nem is látszódik a keret, de azért figyelgetünk fel nagyobb legendákra. Márquez, Teo, Rafinha vagy mi ez? Pálinha, nem is Rafinha-val tudtunk szerelni. Papu Gomez, ki van itt? De Olofeu. Kijátszottak megint. Még nem voltak olyan hűdejó emberei, amiket láttam, és mégis simán ki tudtak játszani. Ez a Mount. Mount kapja. Mount nagyon jól kapja. Mounttal a lövés, elszáll keresztbe oldalra. Sirigu kapuban. Nem tűnik egy legyőzhetetlen csapatnak ez nekem. De ahhoz sokkal jobban oda kell figyelni, mint az előző meccsen, és jobban kell lenni a helyzet kihasználásnak az a helyzet. Kicsibe Mount. Mekkora gól! Al-Jaber. Fuhú! Mekkora gól volt. Az komoly. Az arab fickó. Szétlőtte a kaput. Ez jó, ez jó! Jabber mehet! Gyere, gyere, told meg, pöccincs meg! De ne ennyire, te hülye! Ne ennyire! Letölt az ellenfél. Kipattant a labda. Csak mikor tervezi beadni, az a nagy kérdés. Most kifejeljük, és akkor viszont megiramodnánk. De nem lehet ilyet, itt nem lehet ezen a pályán. Viszont az ellenfél megiramodik olyannyira, hogy Papu Gomez. Istenem. 2-1. Megint 2-1. Mason Mount elől egy picit egyedül. Hát ez egy full egyedül van, hogy olyan lassan érnek fel a társak. Ez a felállás nem erre van kitalálva. Milito. Nem jó. Ellenfél, mit csinál? Menjünk oda. Jajaj, ez még veszélyes lehetett volna. A Campos. Fuss, hogy? Jézusom, milyen veszélyes dolgokat művelünk itt. Foci pályán, te jó ég. Ez az Mountnak nagyon jó. Az Mountnak nagyon jó. Az mindenkinek nagyon jó. Főleg Militónak. Ez egy óriási támadás volt. Ez nagyon jó volt. Müller erről pedig azt a paszt Mount adta. Szép volt. De Olofeu. Újra 2-2 az állás. Bízok benne, hogy itt azért még nincsen lefutva semmi, és akár meg is nyerhetjük, csak az vezetni is kéne egyszer valahára a mérkőzésen, és nem pedig elveszteni a labdát. És labdaszerzés az ellenfél tér felén. És ott a gól. Pálinha, ott a gól. Ez nagyon jó. Ez egyelőre nagyon is, hogy jó. 3-2-re vezetünk. Most kellene akkor nem engedni az ellenfélnek, hogy gólt lőjön. Ez lenne a legeslegfontosabb, hogy a támadásait tudjuk már leblokkolni. Jó. De Olofeu. Akadályozz már meg. Ne, 11-es. Hogy hoztam azt össze? Lögdöstem, de ennyire? Oj, nem hiszem el.
Azt hittem középre jön. 3-3-11-esből. Az nagyon jó, Fambiszaká. Belövi. És belövi Fambiszaká. Ez az. 4-3, 4-3. Jól van. Jól van, csak őrizzük akkor meg ezt most már. Ezt a 4-3-at. Azaz, nagyon jó Jabber, nem sikerül elmenni vele, hiszen Mount ezt birtokolja. Ez az, még mindig a miénk. És még mindig, és abból jó lövés is lehet. Nagy lövés lett ez. Gyerünk, Jabber, gyere, gyere. Ó, és középráadás nem sikerül jól, viszont a szöglet utáni szituáció lehet, hogy a miénk lesz. Nem, az se miénk, sajnos. És kitisztázzuk oldalra. 81. perc. Megint egy jó lehetőség. Milito. Slash. Hiába láttam, tudtam, az sejtettem, hogy az Slash. Na de nem baj. Nkunku. Mascherano vissza. Ne szabálytalankodjunk. És gól, kapufás gól. Azon koncentráltam csak, hogy ne szabálytalankodjak. Er gól. Ójjaj. Müller. Gyere Müller. Müller egyedül. Müller olyan lassúnak tűnik nekem. És velem szemben nem szabálytalankodnak, persze, csak én az ellenféllel. Jaj, jaj, elrontottam, Navas mehet. És gól. Hogy? Hogy? Ők vezetnek ultra támadó. Ne! Hogy csinálják ezt? Aj, Müller nem jó. Gyere, Müller, gyere! Jabber! Ötöt hosszabbításban. És ez is extra hosszabbítás lesz még pluszba szerintem így. Ó, ezek a hosszabbítós meccsek. Pedig az lesz. Ribery. Hát ez bizony, hogy az lesz. Igen. Ráadás még több, még több, még több. Ötötös meccs. Na nézzük, akkor próbáljunk meg győzni itt hosszabbításban. 11-es nélkül persze. Mount egyenlőre ezt jól csinálja. Mount mindenkin átverekszi magát. És Mount gól 6-5. Ott folytatjuk, ahol befejeztük az előbb. Müller lejön, mert iszonyatosan lassú, most már így fáradtam, Müller nagyon nincsen tempója. Márquez, az jó, az nagyon jó. Gól, Al-Jabber. Ez már így 7-5. Ez már így 7-5, ez már így kellemes arányú gól. Mertens. Nagyon szép, nagyon szép. Mount. Nem sikerül. Az jó. Oké, nem akar segíteni? Nem akar, nem akar, nem akarnak. Ribery. Szép. Ocampos is mit véd. És az Ocamposé. Az nagyon jó kidobás volt. Megoldják, ügyesen. Okosan, ügyesen. Milito. És ott a következő. De Lesz, mi? Lesz. Persze. Persze, hogy Lesz. Marad a 7-5, de legalább 2-vel megyünk. Most a 2-vel vezetünk, az csak nem hozzák be egy hamar. Hát azért van időnk rájönni, hogy valamit rosszul csinálunk. Azba hogy tud beleérni? És mellé fejelem.
Hogy tudott abba beleérni? Kapus. Azaz Milito. Nem, kivédi ezt is, akadályoztak a lövésben. Milito megint mehet, megint szágulthat. Kérik középen a labdát, és Jabber befej kapusba teljesen bele kezébe konkrétan. Mountathatja be. És tovább fölé tolja szögletre, de ezt már lefújja a bíró. 20 lövés, most nagyon megnyomtuk egyébként ezt a hosszabbítást. És azzal megint Jabber mehet. Csak ügyesen, fiú, csak ügyesen. És Márquez szereli a Jabberünket. Ez most már így talán vége van. Talán vége van, így is van, megnyertük. Ezt is hosszabbításra, mindent hosszabbításban. Mindent hosszabbításban, kérem szépen. De most már 2 vinnél tartunk. Az már nem tűnik annyira vészesen rossznak. Következő pack openingre majd a jövő héten, talán így most már lesznek értelmes csomagok is. Jön a következő mérkőzés, nézzük meg, hogy ezen mit tudunk összehozni. A csapat jó, a csapat jó, tehát azzal nincsen baj, ez biztos. És nála is van Pelé, ahogy látom, a francba. Vagyis, hogy most már csak nála van Pelé, mert nálam nincs is legenda. Ez az előző nagy vesztes draftom volt, ahol legendákkal voltam tele. De most viszont ezek a Heroes kártyák, mintha jobbak is lennének nálam. Úgyhogy egyáltalán nem vagyok szomorú. Egyébként. Na nézzük ezt az ellenfelet, próbáljuk meg kiismerni, hogy jó-e, rossz-e, lesz-e lehetőségünk a meccsen, vagy sem. Ezt majd meglátjuk, hogy csak az emberei jók, vagy maga az ellenfél is jó. Pelé. Bruno Fernandes. Gol. Puhú. Mekkora gól. Azt a mindenit. Ez megsemmisítő volt. Ez nagy gól volt. Hát, összefoglal az első félidőbe. Nem sok minden történt. Ez a meccs, ez elúszni látszik. Egyenlőre legalábbis. Nézzük, hogy innen hova lehet egyáltalán visszajönni. Na most Militóval. Léci, felrúgják. Semmi sárgát fog majd maximum kapni. Maximum. Pedig közben megakadályozta, hogy jót lőjek. Nagy kár érte. Visszavonult Ribéry. Azaz, Mito. Jabber. Nagyon leveszik a pályáról Jabbert, ez a bajom. Mert eddig ez nem volt jellemző. Azért is tudtunk jók lenni. Militot hagyják, csak a Jabber szerintem jobb. És őt meg le tudják venni a pályáról. Megint Milito az, aki ott fut, nem Jabber, és ez a baj. Ez a baj. Ez pedig gól, mi? Aha. Hát 2 win. A második draft az 2 vines. Jobb, mint az első. Müller. Elfektetik. Jobb, mint az első, de esetleg egy ultra attackkal még utolsó lehetőségként megpróbálkozunk visszajönni a meccsbe. De ez már szerintem így bukóvári. Nem bírjuk keresztezni. Ez az. Jó van. Azzal meg lehet indulni Müller. Megint a figura Müllerre jön ki, és Müller lassú. Nem jó Müller. Nem jó egyszerűen. Nem is tetszik a lapja. Hiába különlegesebb típusú. De nem tetszik. Ez már a 6. Hát az ultra-atak se hozza meg azt a változást. Átrakjuk másik oldalra. Többen is rámennek, 2 is az emberünkre. Az a miénk. Ott megint Müller.
Schrödinger kereszt ez, ott van. Na, jöjjön egy beadás. Mount. Életem gólja. Életem szöglet gólja. Jézus, a Milito. Azt a mindenit. Mekkora gól, te jó ég. Az komoly volt. 6-2, sajnos pedig. Mekkora gól. És fikázom Militót, ezt ilyet lő. Érted? Tehát ez durva. Atya világ. Atya világ. Ne, piros lesz mi? Piros lap. Piros lap. Ajajajajaj. Második sárgáját is megkapta az emberünk. Az pedig azt jelenti, hogy akkor piros. És még egy szabálytalanság. Megint ugyanonnan. Szinte ugyanonnan. Na, mi van? Jó. Azaz. Ne, elviszik. Elviszik a lasztit. Szalát nehéz lesz ott elérni, főleg egy Müllerrel, de megpróbáljuk a lehetetlent. Az komoly védés volt. Az meg mellé jó van. Müller, akkor lőjük el izomból Müllerre. Kapufa, ezt mondom, Müller szar. Legalábbis itt, ebbe a játékba az. Pulisic, fú, de durván felrúgta. És le is fújják a mérkőzést 7-3 piros lappal mindennel. A srácok két win. Jó lett volna az elsőről összén ez a két win, de egyébként nem volt rossz. Nem volt rossz. Az a hosszabbítás, ez durva volt, hogy mindkétszer csak úgy tudtam megnyerni. Érdekes. Nézzük meg, hogy mit kapunk, és ezt majd jövő héten fogjuk kibontani. Jumbo Premium és Premium Gold Players Pack, az viszont tényleg kifejezetten jó. Úgyhogy most úgy állok, hogy 14 csomagom van, és a vége fele vannak már egész jó Jumbo Rare Players Packek is, úgyhogy ezekből viszont lehet nagyon-nagyon-nagyon jó játékosokat nyitni. Úgyhogy meglátjuk majd, milyen össze. Jövő héten fogunk bontogatni. Köszönöm, hogy itt voltatok ebben a videóban. Legközelebb találkozunk, addig is jók legyetek. Sziasztok!